az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítve legyen mindnyájunkban. És a Teremtőnek. Testvéreim, ezt a szentes áldozatot meghalt Ustiker Ura lelke üdvösségén ajánlom fel. Vizsgáljuk meg elismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ne felvessük az Úr szentségét. Jó napot, a mindenható Istennek, és nektek testvéreink, hogy sokszor és sokat tévedtem, gondolattal, szóval, cselekedettel és tudatással. Én igen a Krisztusban, kérem ezért a bocsánatot minden korosztályban. Bocsássa meg bűneinket, és vezesse el az örök életre.
Thank you.
A Tibériás túl partja. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, mellém nevén Didimus, továbbá a Galileai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk. Megyek halászni. Mi is veled megyünk, felelt. Kimentek, és bárkába szállt. De azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket. Fiai, nincs valami ennivaló? Nincs, felelték. Erre azt mondta neki, vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtak. Kivetették a hálót, és alig bírták visszahúzni a tömérdek halt. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez, az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetkőzve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkát. A hallal teli hálót is maguk után húzta. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat látta, s rajta haladt, mellette meg kenyér. Jézus szólt meg, hozzatok a halból, amit most fogtatok. Péter visszament, és partra vont a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint 153-mal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a hál. Jézus hívta őket, gyertek, egyetek! A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki van, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott neki. Ugyanígy a halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik. Ezek az evangélium igény. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban szeretett híveim, kedves gyermekeim! Bizonyára sokakban felmerült a kérdés a hittel kapcsolatosan, vajon mi a mert találkoztunk hívő emberekkel és nem hívő emberekkel. Találkoztunk kereső, kutató emberekkel, akik keresik azt az utat, amely elvezeti őket Istenhez, mint az ember végső céljához. A hit Isten ajándéka számára. Mégpedig istenes, ingyenes ajándék, amelyet Isten érdemeikre való tekintet nélkül ajándékozott nekünk. És ezt az ajándékot a keresztségben kaptuk meg. Ezáltal lettünk mi az Isten gyermekei, a mennyország örökösei, Krisztus földi egyházának élő eleven tagjai. És a hit ad nekünk eligazítást földi életünk útjain, hogy mindig azt az utat tudjuk
követni, és azt a hangot, amelyet Jézus mondott mindannyiunknak. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és aki engem követ, az megtalálja élete célját, Isten a világ világosság. Ezért törekszünk arra, hogy becsületes életet élünk. És minden szülőnek ez a vágya, aki gyermeket, gyermekeket nevel, hogy becsületre, tisztességre nevelje a gyermeket. Ugyanez a feladata, célja minden iskolának, akik oktatnak és nevelnek, hogy becsületes, tisztességes emberek kerüljenek ki az iskola padjaiból az életbe. És ugyanakkor kötelességünk, hogy feladatainkat, küldetésünket tőlünk telhetően tudjuk teljesíteni. Feladatot kaptunk mi az emberektől, legyen a szülői ház, amikor szüleinktől kaptunk feladatokat, vagy akár kint az életben, a munkahelyen, de feladatot kaptunk Istentől, küldetésünk van tőle a világban, az emberek között. Ahogyan küldetést kaptak, és feladatot az apostolok, amikor azt mondotta nekik az Úr Jézus, menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit nektek parancsoltak, én veletek leszek minden nap a világ végezetén. És kötelességünk, hogy fele barátainkkal szemben is mindig szolgálatkészek legyünk. Amit egyen mondja az Úr Jézus, a legkisebbel közül tesztek, az velem teszitek, amit egyen is a legkisebbek közül megtagadtatok, tőlem tagadtál. Kell, hogy gyakoroljuk a feladati szeretetet. Jézus ugyancsak azt mondja, arról ismerik fel az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy a szeretettel vagytok egymás iránt. Kell, hogy felismerjük egymásban a szolgáló Krisztus, aki teljesen kiüresítette önmagát, és példát adott a szolgálatra. Gondoljunk csak az utolsó vacsora estére, amikor sorra megmossa tanítványai lábát. Amint láttátok, hogy tettem veletek, ti is azt tegyétek egymásnak. És mi? Hiszünk az Istenben. Hiszünk abban, hogy Isten mindent lát. Isten minden tettünkről tudomást szerez. Nincs titkolni való, mert nyitott könyv Isten kezében a mi élet. És ő az, aki megjutalmaz bennünket tetteink alapján. Mert amikor majd számot kell adnunk az Istennek, tetteink alapján ítéltetünk meg. Milyen volt a mi életünk, magatartása Istennel és embertársainkkal kapcsolatos. És ugyanakkor fel kell
ébredünk arra, azzal a gondolattal foglalkozni, hogy mit is jelent számunkra a hal. A keresztény ember hitből fakadóan tudja, hogy a halál az nem egy végállomás, hanem átmenet. A halálnak be kell következnie minden ember életében, mert a mi földi életünk zarag. Ha elindulunk egy zarándok után, azzal a céllal, hogy eljussunk valahol egy szent helyre, számunkra ennek az útnak ott van vége, de folytatódik ez az út, már az Isten ország felé vezet bennünket. Tehát a halál az nem egy végállomás, hanem átmenet a földiből az égibe. És kell, hogy azok a keresztek, amelyekkel itt a földi életben találkozunk, azok hozzám kapadjanak, és ne meneküljük előttük. Jézus azt mondja, aki utána akar jönni, az vegye fel minden nap keresztjét, és így kövessen engem. És a kereszt elvezet bennünket életünk céljához, az Istenhez. És majd letesszük keresztjeinket. Krisztus az, aki átveszi tőlük a mi keresztjeinket. Szent Pál azt mondja, fölviseltünk összeadni, vége lesz ennek az aránynak. De helyette egy új hazát kapunk Istentől, amelyet nem emberi kéz épített, hanem Isten készít azok számára, akik hisznek ő bennem, és az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. Sokszor nehéz a kereszt. Sok minden rossz ér bennünket, ami fájdalmat okoz, és kicsordul a fájdalom könnye a szemünkből. De azt mondja Szent Pál, Isten oda állt, ebben az új hazában letöröl szemünkről minden könnyen, nem lesz fájdalom, jajkiáltás és szenvedés, hanem egy fog létezni, öröm, boldogság és szeretet. És kell, hogy áldozatot hozzunk, tanúságot tegyünk, keresztény mi voltunk. Gondoljunk csak azokra a szentekre, vértanúk, akik tanúságot tettek életük feláldozásában is. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek, mondották. Vérüket ontottak. Mindez, de tanúságot tettek Jézus Krisztus. Erre tanít bennünket a mai vasárnap szentírás tanítása, Krisztus evangéliumon, hogy a hit Isten ajándéka, amely alapja a keresztény életünknek, és ezért ebből fakadóan fontos, hogy tudjuk teljesíteni állapotbáli kötelességeinket, tudjuk fölvenni az élet keresztjeit, mert majdan hazavárnak bennünket, és az a Krisztus áll elénk a mennyek országának ajtajában, aki kiválasztott, meghívott bennünket, és mint hűséges gyermekeit így fog fogadni, jöjjetek atyán áldottai, vegyétek birtokba a kezdettől fogva nektek készített országot.
Hiszek az egy Istenben. Forduljunk testvéreim, Urunkhoz, Istenünkhöz, és kérjük, hallgassa meg könyörgésünket. Hogy Szent Atyám, Ferenc pápa és püspökei Krisztus tanításában szálljanak, és az ő dicsőségében vezessenek minket. Kérjük. Gondviselő Atyánk, Istenünk, a földi ellenelét vállalt fájdalmunkat tedd eredményessé, lelkünket pedig táplált igazságoddal és kegyelmeddel, Krisztus, ami Urunk által. Ad, hogy ekkor az örök boldogságot
magát a szenvedésnek, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül élünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnek Jézus Krisztusnak, mi csőséges eljöttél.
Jövő héten szerdán. Este egyedül fél öttől bérvárosi klubban lesz a felnő bérvárosi szakma itt a terület. És ezen a napon negyed évkor kezdődik a szentmise. Csütörtökön a katolikus iskola 8. osztályos tanulmai részére a hét tanulmány keretén belül lesz a bérvárosi előtti szentmunás elvégzés. Pénteken negyed évkor akkor szentmise. Szombaton 10 órától 11 óráig lesz a felnőtt bérvárosi délmaszkők és szülőknek a gyóntatása. Jövő vasárnap, svéd negyedik vasárnap, a szentmise szokott időpontban 11 órakor kezdődik. Ugyancsak jövő vasárnap, délután 3 órakor bérvárosi szentmise. A katolikus iskola 8. osztályos tanulói, valamint az arra felkészített felnőtt fiatal részére dr. Váfi Gyula Veszprémi érsek, aki szolgáltatja ki a délvállás szentség. Jövő vasárnap lesz a papi hivatások világban is. A versenyadományokat a papnevelés céljára továbbítjuk a főegyház megye érsekség. És nagyon vigyázzunk, a hét, jövő héten lesznek az iskolákban mind a önkormányzati és a katolikus iskolában is az első évi első osztályos gyermekek beiratása. Itt Tósomberényben a katolikus iskolában nincs probléma, mert minden tanuló itt is elköztan tanul. Felhívom a szülők figyelmet, akik gyermeket az önkormányzati iskolába iratják be, kérjék lehető első osztályos gyermekek számára a hit és erkölcstan tanítását. Mert létezik olyan erkölcstan. Az erkölcstan nem készíti fel a gyermekeket, sem az első állomásra, sem a bérvárosra, hanem azok készülnek fel, akik hit és erkölcstan tanulnak. És ezeket a gyermekeket a hitutató tanítják az iskolában. Tehát, orra hangsúlyozom, figyeljünk oda, és kérjük a hit és erkölcstannak az oktatását, és nem az erkölcstan. Amen.
előfizetése most Bázelig repítheti. Játsszon április 1-e és április 24-e között a Digivel, és nyerjen egy kétszemélyes utazást az Európa Liga Bázeli döntőjére. Ha már Digi előfizető, a részletekért irány a Digi oldala. Ha még nem, kössön bármilyen vezetékes internet és tévé, vagy Digi műholdas előfizetést Digi filmcsomaggal, és vágjon bele élete nagy kalandjába. Nyerjen egy életre szóló élményt! Irány Bázel! Május 18-án szurkolja végig élőben az Európa Liga döntő. A tájékoztatás nem teljes körű. A játék részleteit keresse a digi.hu-n vagy a Digi Facebook oldalán. Digi. Egyszerű a választás.